Gimnáziumunk hagyományosan nagy hangsúlyt fektet, illetve fektetett eddig is az informatika oktatásra. A modern információs társadalomban kiemelt helye van az IKT kompetenciáknak, ezért is próbáljuk a diáksággal minél nagyobb mértékben ezt fejleszteni. Óráinkat a gyakorlatilag oktatás jellemzi. 3 évvel ezelőtt elindítottuk az emelt szintű informatikai képzést, ahol a diákok heti 4 órában foglalkoznak a tárgyal. Az alkalmazói programok elsajátítása mellett a programozásban is elmélyednek a tanulók. Ezen a képzésen nem csak azt tanulják meg a diákok, hogy a számítógépet hogyan alkalmazzák a mindennapi életben, hanem a programozás alapjait is megismerik. A blokknyelvet, illetve magas szintű programozási nyelveket ismernek meg, ezekben dolgoznak, robotokat programoznak, androidos telefonra készítenek alkalmazásokat. Sokféle informatika versenyen indulnak diákjaink, ezek egy része egyéni, egy része csapatverseny. Szép eredményeket érünk általában ezeken a versenyeken el, az országos döntőkre is többször bejutottunk. Két korszerűen felszerelt számítógép laborunk van, itt nem csak az új nagyszerinti 9-esek, hanem a felsőbb évesek is megismerkednek a programozás, illetve a robotika alapjaival. Sokan választják iskolánkban érettségi tantárgynak az informatikát, mind közép, mind emelt szinten. Lehetőségünk van fakultáción is választani ezt a tárgyat, ami segít a sikeres érettségi vizsga letételét. Jelenleg is több volt diákunk egyetemi hallgató ezeken az egyetemeken, például az ELTE-n, Pécsi Tudományi Egyetemen, vagy a Budapesti Műszaki Egyetemen. És sok végzett informatikus szakember is iskolánk padjait koptatta.